Sziasztok, üdv újra a csatornámon, én Anikó vagyok, és a mai videó egy kedvences videó lesz. Elhoztam az aktuális kedvenc termékeimet, extra, hiper, szuper újdonságok, valamelyikről még talán nem is volt úgy egyáltalán szó a csatornámon, nem is láthattátok nálam semmilyen formában, úgyhogy csak a mai videóban fogom róla kifejteni bővebben a véleményemet, úgyhogy ha érdekeltiteket, hogy az utóbbi pár hónapban, szóval ez nem csak egy havi, hanem kb. Október-novembertől kedvencem, szóval ha érdekel titeket ez a fajta videó, akkor mindenképpen tartsatok velem ebben a pár percben. Az első is, amiről szeretnék nektek bővebben beszélni, mert nagyon sokan kérdeztetek az Instagram oldalamon, miután kiraktam, hogy ez egy tényleg szuper cucc, így pár mondatban beszélni szeretnék róla. Ez a Nutriversumnak a Dream nevezetű táplálékkiegészítője, ami egy ilyen nyugtató, relaxáló, alvást segítő táplálékkiegészítő. Ezt már nagyjából nem tudom, 2-3 hete használom, vagy minden nap, vagy minden másnap. És most már egy kiforrott véleményt tudok róla alkotni, hogy egyszerűen isteni. Szóval, hogy én a rosszalvok táborát erősítem, és én mindig rosszalvó voltam, úgyhogy nagyon nem mindig, mert ugye ilyen 16-7-8 éves koromig nagyon jó alvó voltam, és tényleg át tudtam aludni az egész napot, és akkor tudtam 10-ig aludni, de nem is ezzel volt a probléma, mert most is tudnék 10-ig aludni, csak egyszerűen az alvásom minőségével volt a probléma, és sajnos van is, mert nem azt mondom, hogy ez egy csodatevő készítmény, viszont én olyan pozitívumokat vettem észre a használatával, mint hogy könnyebben alszom el, sokkal lazábbnak érzem a testemet, nem agyalok órákon keresztül, és ez emiatt ugye nem tud az ember elaludni, hanem tényleg egy rövid időn belül próbálja az embert egy mély alvásba levinni. Én azt vettem észre, hogy mondtam, hogy sokkal könnyebben elalszom, nekem ez volt majd, hogy nem a fő problémám így az alvás tekintetében, hogy nagyon-nagyon nehezen aludtam el, nagyon sokat agyaltam, nagyon sokat járt az agyam, nagyon volt, hogy órákon keresztül csak így folyamatosan járt az agyam, és be volt feszülve az egész testem, pedig fáradt voltam, és tudtam volna aludni, de az agyam nem engedte, és volt, hogy jobb volt, hogy rosszabb volt, általában azért nem minden nap van így, hogy minden nap nehézkesen alszom el, de hogy a legtöbb esetben sajnos rosszul aludtam el. Fölkeltem pisilni, mert hogyha már fölkeltem, akkor úgy vagyok vele, hogy ó, kell pisilnem, akkor kimegyek pisilni. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy kíváncsisággal próbáltam ki ezt a készítményt, és nekem bevált, szóval sokkal könnyebben elalszom, és nem kelek föl. Se pisilni, se semmi, hogyha sokat ittam aznap és este lefekvés előtt, akkor azért felkelek, vagy ilyen, hát van, hogy átalszom, de akkor reggelre már nagyon-nagyon kell pisilnom, és ilyen 5-6 magasságában már azt érzem, hogy hú, hát nekem nagyon el kell mennem a mosdóba, mert pisilnom kell. Alvás előtt kell bevenni fél órával, ez olyan, mint egy pezsgő tabletta, csak porformában. El kell keverni 2 deciliter vízzel. Nagyon jó íze van, tényleg ilyen erdei gyümölcsös, kellemes kis íze van, és hát nem volt tele sose ez a doboz, kb. Félig volt, de hogy már majdnem a végét járjuk, ugyanis Gábor is szedi, és én is szedem. Én próbálom nem mindig szedni, hogy ne függjek tőle, vagy ne szokjak rá. Gábor is rosszalvó, ő hamar elalszik, de hogy sokszor fölkel, ő is sokat forgulódik, és ő is azt mondta, hogy neki is nagyon-nagyon bevált, úgyhogy tudom nektek javasolni, mint mondtam, nem csodaszer, de egy próbát mindenképpen megér, mert úgy érzem, hogy maga így a lazítás, ahogy írja, a relaxációt segíti, és is sokkal könnyebben tud az ember lemenni így az alvási szintekre. Aztán jöhetnek a kevésbé érdekes termékek, amiket beletettem ebbe a kis dobozkába. Kezdem a sminkekkel, jó, mert hogy abból most nincs olyan nagyon sok, viszont ezek mind újdonságok. És ezt már november, nem is tudom, november közepén megérkezett hozzám, és azóta nem volt róla szó. Szerettem volna róla videót csinálni, de aztán nagyon sok minden közbe jött, nagyon sok ezzel kapcsolatos videó volt, és hogyha nem vettétek volna észre, én nem szeretek beállni a sorba. Nem szeretem, hogyha az én csatornámon is olyasfajta videók vannak, amik mindenhol máshol. Szóval nagyon sok youtuber tesztelte ezt a palettát, és úgy voltam vele, hogy majd én is nyilok róla egy sminkes videót, vagy egy ilyen készülődőset, de hogy nem fogom
így konkrétan ezt így nagyon-nagyon kivesézni videóban, ez pedig egyébként nem más, mint a Jeffree Star Shane Dawson-os Conspiracy paletta, amit hát azt kell mondjam, hogy imádok, mert tényleg az egyik legszuperebb paletta, amit valaha próbáltam. Így néz ki a belseje, tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon szuper paletta, mint minőségire, mint minőség ügyileg, mint úgy általában tényleg ez egy nagyon-nagyon-nagyon szuper paletta. Imádom a színeket. Hát, talán ezen a színen kívül minden színt használtam már, és annyira szeretem azt benne, hogy ez egy olyasfajta paletta, és csak olyanoknak tudom ajánlani, mert persze vannak ezek a nagyon klassz natúr paletták, minden nap tudjuk őket használni, és ezt is tudom minden nap használni, és sokkal kreatívabb vagyok, mikor ezt használom, mert hát belenézek is, ó, ezt ezzel fogom most párosítani, ezt azzal fogom most párosítani, úgyhogy imádom ezeket a színeket, imádom ezt a két színt, imádom az alsót, mindent imádok, és szerintem ez egy nagyon-nagyon szuper befektetés volt a részemről, mert hogy féltem tőle, hogy majd nem fogom használni, vagy nem tudom tudni kihasználni, de imádom, és ki tudom használni, és rengeteg olyan sminket csinálok, ami kicsit komfortzónán kívüli, amúgy nem sminkelnék, de ez a paletta abszolút arra nincs rá, hogy sminkeljek, illetve vagányabban sminkeljek, illetve van egy szín, mégpedig ez az árnyalat. Melyik? Ez az árnyalat, ez a Tanakon árnyalat, ami pedig nagyon szuper bronzosító, meg kontúrozós szín, úgyhogy én abszolút tudom nektek ajánlani, ha esetleg visszajön készletre, mert hogy azt hiszem, hogy idén tavasszal fogják újra árusítani, amit így konkrétan a Jeffree-nek a disztribútorai. Aztán, hogy nem tudom, hogy Marionádba lehet-e kapni Chilliardokért, azt nem tudom, hogy lehet-e még, de hogy én annyit nem venném meg, az biztos. Én, ha jól tudom, mindennel együtt 18 000 forintot fizettem érte, úgyhogy szerintem megéri, mert vajpuhák, gyönyörűek, tartósak, szépen lehet satírozni, gyönyörűek a színek, jól lehet őket kombinálni, tényleg egy ilyen nagyon kis visszafogottól, egy nagyon brutális sminket lehet vele kreálni, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, és igazából azért is nem csináltam erről videót, mert az egész videóban az lett volna, hogy nagyon szeretem, nagyon szép, nagyon jó, és ezt kb. 2 percben el tudom mondani nektek egy kedvences videóban, úgyhogy inkább emellett döntöttem. Aztán van itt egy transzparens púder, ezt is nagyjából 2-3 hete használom, ez a Laura Mercier-nek a transzparens loose setting púdere, ez a transzparens árnyalat, ez a translucent árnyalat. Nagyon-nagyon szeretem. Ma is ez van rajtam. Szem alatti púdernek is, illetve új ámulok az egész arcomra. Tényleg zseniális, nagyon-nagyon szuper, sima. A szem alatti részt szinte így full-full simára megoldja, és nem az, hogy majd nap végére majd begyűlik a ráncokba a korrektor, vagy az alapozó, vagy a púder, vagy tök mindegy, hanem ahogy én reggel azt szépen oda tettem, az úgy marad. Sima, puha, gyönyörű, szép finise van. Úgyhogy tudom nektek javasolni, bármennyire is drága, 30 font körül van az ára, de szerintem nagyon-nagyon-nagyon szuper ilyen transzparens púder, meg tartós. Szóval fixálja is az alapozásomat, a szem alatti részt, mint ahogy mondtam, simává teszi, nem gyűlik be a ráncokba az esetleges sminktermék, úgyhogy szerintem tök jó. Aztán ez egy nagyon-nagyon kakukk tojás abból a szempontból, hogy nagyjából 3 napja használom, viszont annyira nagyon zseniális, hogy muszáj voltam most ebbe a videóba beletenni, mert tudom, hogy a következő hetekben is kedvencem lesz, ez pedig nem más, mint az Essence-nek a Glow My Mind highlighter palettája, ami így néz ki. Ebben a palettában 3 darab csoda szép highlighter van, amik egyszerűen mesések, csodálatosak, és a csodálatosak csodálatosak. Tartósak, ma is ezen egyébként az arcomon, ez a legelső arany szín, mert ugye ebben van egy arany, egy ilyen kicsit ezüstösebb, de aranyos, meg van egy ilyen rózsgoldos. És csodálatosak. 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 És
majd meg fogtok tudni nyerni egy ilyen palettát az Instagramomon, úgyhogy mindenképpen menjetek az Instagramomra, mert meg fogtok tudni nyerni egy palettát, sőt most ide lenyúlok, és megtalálom szerintem a kisorsolandó palettát, mert hogy kisorsolok köztetek majd egy palettát, mert tényleg nagyon-nagyon szuper, és ennek egyébként a 01-es Here We Glow Again az árnyalata. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon szuper paletta, azt hiszem, hogy ilyen 3200 forint környékén van, de ezért három színt kapunk, zseniális. Ehhez a palettához, vagy hát ebbe a Glow kollekcióba, Glow My Mind kollekció, azt hiszem, hogy az Essence ez az új kollekciója, ebben van egy hihetetlenül szuper highlighter ecset, ami nem csak a highlighterezéshez, de egyébként highlighter ecsetként van titulálva, de szerintem bronzosítónak is, meg kontúrnak is tök jó, vagy még korrektort szem alá fölvinni. Ez egy multifunkcionális ecset lényegében, és nagyon szeretem az Essence ecseteket. Mostanában az utóbbi 2 évben nagyon ráálltak erre az ecset dologra, és szuper ecseteket csinálnak, tudom nektek javasolni egyébként. Ezt az ecsetet is, meg a legutóbb mutatott, nem is tudom melyik fajta ecsetet is. Szóval majdnem az összes ecsetet, amit eddig próbáltam, én egyébként szeretem. Ez nagyon szuper highlighterezéshez, mint ahogy mondtam, meg kontúrozáshoz. Ez pedig, ha jól tudom, ilyen 2000 forint környékén van. Szerintem érdemes megnézni, mert puha, és nagyon jól lehet vele dolgozni. Aztán az utolsó 2 sminktermék, utána már csak arcápolás és parfüm lesz ebben a videóban. Az utolsó 2, az 2 rúzs a sminktermékek közül. Az egyik az most van a számon, ez a Beccának a Cupid's Kiss nevezetű rúzsa, ez valakivel, azt hiszem, hogy Khloe Kardashian, meg valaki, nem tudom, világáról nem tudok arról a valakinek, valami, nem tudom, de hogy ez egy kollaborációs rúzs, azt hiszem, hogy 10 fontért vettem, és úgy voltam vele, hogy ez lesz az első Becca termék, amit én valaha ki fogok próbálni, és nagyon kíváncsi voltam rá. És abszolút bevált, szóval, hogy egy nagyon kényelmes, nagyon szép rúzs, egy ilyen barnásabb, téglásabb, melegebb szín, majdhogy nem ugyanolyan, mint a MAC-nek a Velvet Teddy-je, csak a Velvet Teddy picit szürkésebb, ez pedig picit jobban téglásabb, barnásabb, úgyhogy nagyon imádom magamon. A Velvet Teddy is szép, majdhogy nem ugyanaz a kettő. Szinte észrevehetetlen, csak ennek a finish-je kicsit fényesebb, míg a Velvet Teddy az majdhogy nem teljesen matt. Úgyhogy nagyon szeretem ezt a fajta rúst is. A Beccának biztos, hogy fogok más rúzsait is kipróbálni, mert ez nagyon bevált. Imádom a csomagolását, nagyon klassz, imádom az illatát is, úgyhogy szerintem majd, hogyha lesz akcióban, akkor biztos, hogy szétnézek még a rúzsok közül. És a másik rúzs, az egy Laura Mercier rúzs. Itt konkrétan az egész velour extreme matte rúzsokról tudok beszélni, de ezt az egy árnyalatot hoztam ide, ez a Fresh nevezetű árnyalat. De úgy összességében én nagyon-nagyon-nagyon pozitívan tudok vélekedni erről a rúzsos történetről, ilyen kis rúzs, ceruza jellegű, abszolút matt, krémes, nagyon puha, nagyon jó érzés az ajkakon, hiper-szuper tartósak, azonban egy picit szárítanak. De az engem nem érdekel, mert este úgyis használok ajakbalzsamot. Főleg a matt rúzsoknál van az, hogyha nagyon sokat felvitt belőle az ember, akkor tudjátok, ilyen darabos tud lenni, és ahogy így beszél az ember, meg összeérinti sokszor az ajkait, akkor így ilyen fura érzés lesz, ezzel is megvan ez, szóval nem szabad belőle sokat felvinni, de abszolút azt mondom, hogy érdemes kipróbálni, mert hogy kényelmesek, szuperek. Aztán áttérhetünk az arcápolási kedvencekre, ide lényegében a Yes Stylos dobozokból hoztam ide nektek 2-3 darab terméket, mert hogy az utóbbi időben tényleg annyi mindent sikerült kipróbálnom a Yes Style-tól, hogy ezek hatalmas kedvenceim lettek. Konkrétan, amit most mutatni fogok nektek, annyira kedvenc, hogy már újra is rendeltem. Nem gondoltam volna, pedig van millió egy arcápolási termékem jelenleg, de hogy ezt úgy érzem, hogy nem tudom nélkülözni a rutinomból. Ez pedig nem más, mint a Cosrx-nek az AC Collection
Blemish Spot Clearing Serum nevezetű terméke, le fogom nektek linkelni. Ahogy látjátok, már ilyen kevés van az alján, ahogy látjátok, mert egyszerűen imádtam, reggel, este, vagy reggel, délben, este is tudtam volna használni. Ez egy csodálatos termék, hihetetlen jól kezeli a pattanásra hajlamos bőrömet, nagyon szép, nagyon-nagyon szép végeredményt ad. Nagyon-nagyon szeretem, szóval nem tudom hova tovább fokozni. Ez egy niacinami tartalmú termék, és én sokáig nem voltam jóban niacinamidos termékekkel. Aztán jött a La Roche-Posay-nak a Effaclar Duo pluszja, azt is nagyon szerettem, de hogy ez kenterbe veri, mert hogy ez zseniális. Könnyen beszívódik, nagyon jót tesz a bőrömnek, nem szárítja ki, mert hogy talán egy kicsit a La Roche-Posay-jal éreztem azt, hogy minthogyha kiszárítaná a bőrömet, gondolom a niacinamidosnak pattanáskezelő történet, mert hogy nagyon sok készítmény arra van kitalálva, hogy zsíros pattanásos bőrre, viszont azt nem veszik figyelembe, hogy vannak száraz és pattanásos bőrök, és nekem meg ilyen van, szóval, hogy én ezt inkább a szárazabb, de pattanásos bőrűeknek tudom nagyon javasolni, úristen, nagyon-nagyon szerettem, könnyen beszívódik, és hagy egy ilyen nagyon fényes, ilyen glowy, ilyen bőrfelszínt, amit én különösen imádok, tudjátok, hogy én élek halok a nagyon fényes bőrért, imádtam tényleg, nem tudok róla rosszat mondani, egyébként nem tudok, tényleg semmit nem tudok. Aztán egy másik termék, ami szintén egy ilyen kórai dobozban volt benne, ez a Clairs-nek egy ilyen vizes, olajos bázisú terméke, ami szuper volt az én száraz bőrömre, főleg így télen, és hát az utóbbi időben mondtam, hogy eljárok úszni, meg szaunázni, és a klóros víz kiszárítja a bőrömet, nagyon. Úgyhogy minden egyes alkalommal fölviszem, miután úszni voltam, hazaérek, letusolok, hajat mosok, stb. És ezt mindenképpen felteszem az arcbőrömre, mert hogy ha nem tenném föl, akkor konkrétan szerintem szétrepedne a bőröm a klóros víztől. Meg alapból hideg van, tél van, száraz a levegő, meg minden, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Igazából most nem azt mondom, hogy egy világmegváltó olajos termék, mert hogy én nagyon sok ilyen olajos terméket próbáltam a száraz bőröm véget, viszont ez az, ami tényleg nagyon hamar beszívódik, ami tényleg ilyen nagyon-nagyon így issza be a bőröm, és hatalmas változást veszek észre, pedig csak ez egy ilyen mezei hidratálós, olajos valami száraz bőrre. Oké, vannak benne antioxidánsok, meg ilyeneket írja, hogy mély hidratálás, meg nem tudom, szóval tudjátok, ez szokásos marketing duma, de hogy én tényleg sok ilyen olajos terméket próbáltam már, és eddig ez a kedvencem, tényleg egy ilyen vizesebb, olajosabb állaga van, abszolút tápláló és nagyon gazdag formula, de ennek ettől függetlenül meg tök könnyen beszívódik, meg nem érzem azt, hogy úristen, most nekem olaj van az arcomon, és nem tud levegőzni a bőröm, és nem érzem, hogy ott van a bőröm. Úgyhogy ezt is nagyon tudom nektek javasolni, főleg itt télen. Még akinek mondjuk nem is annyira száraz a bőre, de például én azért is szeretem az olajos. Hú, de sokat beszélek. Azért is szeretem az olajos termékeket, mert a száraz bőr az könnyebben fog ráncosodni, mint a zsíros bőr. Szóval az meg fog repedni, az könnyebben kialakulnak rajta a kis mimikai ráncok, vagy a mélyebb ráncok, úgyhogy mindenképpen érdemes hidratálni, és az olajos szérumok ezekre nagyon jók. Aztán, hát nem gondoltam volna, hogy ez kedvencem lesz, de az lett, és egyszerűen imádom, és ez is olyan, hogy újra fogom rendelni, nagyon spórolok vele, mert rohadt drága, de újra fogom rendelni, mert hogy én ilyen termékkel még nem találkoztam, ez a Sioris-nak a Make It Bright fátyolmaszkja, és úristen, ez egy világmegváltó arcmaszk, én ilyet még nem értem, hogy konkrétan fent van 20 percet a bőrömön, és sokkal kisebbek a pórusaim, miután ezt használtam. Konkrétan, minthogyha így összecuppantak volna a pórusaim, és nem látszanak annyira. Konkrétan nekem ilyen 600 méterről észrevehető pórusaim vannak, de ezt használom, és így közel kellett mennem a tükörhöz, hogy most nekem hova tűntek, hova mentek, hol vannak? Úgyhogy nagyon szuper, pedig nem ennek a, szóval nem
erre hivatott maga ez a termék, hanem egy ilyen világosító hatása van, tudjátok, ilyen pigmentfoltok, patrás után maradt foltokat világosít, meg méhhidratálás, meg stb. Stb. Abszolút természetes összetevőkkel, meg brokkoli, meg sok minden ilyen természetes vitaminos történettel, de hogy én a pórusaimon vettem észre ilyen hihetetlen változást, úgyhogy egy ilyen maszkot kettőször használok, mert hogy az 5 darabos kiszerelés talán ilyen 7000 forint környékén van, ami merőben több, mint amit én valaha kiadtam volna, vagy kiadnék arcmaszkra, de mivel nem minden nap használja az ember, hanem mondjuk 2 hetente egyszer, vagy hetente egyszer, akkor szerintem megengedheti magának az ember, főleg, hogyha jó változásokat és abszolút pozitív, meg ilyen nagyon szembeütő változásokat tapasztal az ember. De elérkeztünk az utolsó termékhez. Hip hip hurrá! Az utolsó két termék, nem fogok nagy meglepetést okozni, de a Jodelmának a parfümjei, ugyanis az utóbbi pár hónapban, 2 hónapban, 3 hónapban, abszolút összefolynak így a hetek mostanában, de hogy nem tudom, hogy mikor próbáltam ki legelőször a Jodelmás parfümöket, de mindegy, nem ez a lényeg, hanem az, hogy nekem nagyon-nagyon beváltak, és meg is vettem az egyik kedvencemből, a Sophisticate-ből az 50 ml-s kiszerelést, mert hogy én úgy vagyok vele, hogy ezek után nem vagyok hajlandó nagyon-nagyon sok pénzt kiadni parfümre, hiszen megtaláltam annak az alternatíváját, ami minőségben majdhogy nem ugyanolyan jó, viszont sokkal olcsóbb a Jodelmás parfümök személyében. Szóval megvettem a Sophisticate illatot, ez a Dolce & Gabbana-nak a Devon nevezetű illata, és egyszerűen valami csodálatos. Szagoljátok meg, mert ha nekem nem hisztek, akkor az orrotoknak higgyetek, mert hogy tényleg csodálatos. És megvettem egy ilyen kis kiszerelésben, mert nem tudtam, hogy maga az illat mennyire fog rajtam jól viselkedni, meg úgy unblock nem tudtam, hogy egyáltalán tetszeni fog-e, vagy ez tartós lesz-e. Szóval megvettem a Red nevezetű illatot, ez a Dior Hypnotic Poison, és azt kell mondjam, hogy ez is egy álom. Egyszerűen a csodák csodája, komolyan mondom. Nem tudok különbséget tenni, hogy most melyiket szeretem jobban. Mert hogy mind a kettő szuper tartós, mert hogy mind a kettő isteni finom. És nagyon szeretem őket. Tartósak. Ugyanolyan illatuk van, mint az eredetinek. De nem akarok ebbe belefolyni. Mert biztos lesz valaki, aki azt mondja, hogy ó, ő nem hajlandó csak az eredetit használni, meg mit tudom én. Szóval, hogy én is sokáig ilyen voltam, de... És most sem mondom azt, hogy ha mondjuk találok akciósan egy márkás parfümöt, akkor nem veszem meg. De nekem annyira beváltak most ezek, hogy igazából szerintem egy darabig biztos, hogy nem fogok venni a drogériákban a nagy neves designer márkák parfümjeit, hanem inkább ezeknél maradok, mert a tartóságuk rajtam ugyanaz, jóval olcsóbbak, az 50 ml-s kiszerelés, az 4500 forint. És zseniális. Ennyi lettem volna mára, ha esetleg szeretnétek több Anikót látni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, mert van millió egy videóm és millió egy témát boncolgatok, úgyhogy mindenképpen iratkozzatok fel, hogyha van hozzá kedvetek, és ha még nem vagytok feliratkozva. Ha szeretnétek megnyerni az Essence-nek a Glow My Mind kollekciós highlighterét, akkor mindenképpen menjetek az Instagramomra, iratkozzatok fel, és a napokban fel fog kerülni egy sminkes nyereményjáték, amiben ez biztos benne lesz, de lehet, hogy még egy-két plusz termék is benne lesz. Köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!